Itt van a tehénvédelmi központ, ökoporta, és természetesen itt fogtok látni a étterem sátrot, ahol meg tudjátok kóstolni exkluzív ízeket. És miután sétáltunk jó sokat, egész a parkolótól ijászkodtunk, körbenéztünk az ökoportát, megkóstoltunk finomságukat, lehet, hogy napsütés lesz, lehet kevésbé, de egy kicsit, hogyha elfáradunk, akkor ide lehet majd jönni, ez egy pihenő liget, és itt majd lehet lepihenni, pelenkázó is lesz, szóval itt nagyon kellemes lesz, és a túloldalon ott lesz a mantra ösvény. A mantra ösvény kicsit megnyugtatja, kiegyensúlyozza embernek a tudatját, és jó élményeket is szerez nektek. Itt a pihenő liget mellett, ami minden évben szokott lenni, bölcsesség szigete, ökók és ülések lesznek, szóval a bálakon lehet lepihenni, és lehet hallani előadásokat, vagy beszélgetni szerzetesekkel, és még lesz mantra buli, ami jó kis zenélés, de elmondom egy titkot, ezt csak nektek mondom, légyszer senkinek nem mondjátok el. Mi ezt a helyet úgy hívjunk, hogy Bermuda háromszög. Miért? Azért, mikor ide jön valaki és hallgatja a védikus bölcsességet, annak az embernek a szenvedései egyszer csak eltűnnek. Itt lesz a vásársor. Most megérkeztünk a kertészethez. A kertészet látogató lesz 2 óránként, 11-től 17 óráig. Aztán itt ezen a helyen lesz kürtös kolács palacsintával. Itt pedig lesz kertészet sátor, ahol frangipáni virág fát lehet vásárolni, és természetesen az exkluzív zöldségek, okra és karella. És lehet pecsétet kapni. És ami eszembe jutott közben, mint körbevezetek benneteket, amikor még 93-ban meg volt vásárolva a Krisna völgyi terület, akkor már megvolt, hogy hol mi lesz építve, de nem volt sehol semmi. És akkor jöttek a látogatók, kedves vendégeink, és pont az történt, amit veletek most csinálok. Ment egy szerzetes, és mondta, itt lesz a templom, itt lesz ilyen építmény, itt olyan építmény, és akkor mentek a vendégek, és mondta, ó, igen, pedig ilyen szántóföldet mindenhol mutattak, és akkor a vendégek így mondta, ó, igen, ez nagyon jó. Aztán, mivel ez egy intriga volt, azért utána is jöttek, és látták, hogy tényleg megvalósult. Most is pont körbevezetek, itt ez lesz, ott pedig az lesz, ahol látjátok, még nincs semmi, de a búcsúban majd meg lesz. Olyan csodálatos és illatos ez a fa, de gyakorlatilag meg is érkeztünk a templomhoz, a fő szentélyhez. Itt pedig lesz, jó napot kívánok, lehet fotót készíteni természetesen. Minden jó. Minden jó. 15 percenként lesz körbevezetés. Van egy ajándékbolt, ami különleges keleti ruhától kezdve mindenféle apróságok és nem apróságokat lehet találni. És ami nagyon fontos, az a könyvek, a bölcskönyvek, Srila Prabhupád könyvek, azok, akik hazavisznek egy ilyen könyvet, vagy többet, annak az embernek megváltozik az élete. Itt pecsétet fogtok kapni ebbe a kis füzetbe. És ez a füzet igazából miről szól, most el is mondom, ez egy ilyen tematikus túrákról szól. Nézzük meg, milyen túrák lesznek. Áldás adó szerencseút például. Ezen kívül karma tisztító zarándok séta. Nézzünk tovább, beljebb.
Beljebb kérem szépen Krishna völgy életmód körút, gyógynövényi tórák, kertészeti körbevezetés, de mivel nem tudok magyarul, itt az van írva, hogy körvezetés. Majd írjátok kommentekbe, melyik a helyes, körvezetés vagy körbevezetés, és az utolsó, tehenészeti körvezetés. Gondolom, hogyha már kétszer van, akkor ez a helyes körvezetés. Pecséteket ide majd kérjétek, jó? Köszönjük szépen, megyünk tovább!